Valaki azt gondolná, hogy a kolozsvári magyar napok csak a kolozsváriakról szól, vagy csak Kolozsvárról szól. Hát nagyon tévedne, ugyanis a Hunyad megyek is bemutatkoznak. Sőt, hát itt mutatták be a tegnap a Hunyad megyei értéktár második kötetét. Egyébként itt van a kezemben az első kötete, ezt még a világjárvány előtt mutatták be 2019-ben, és most elkészült a második kiadás is. És van egy meghívottam is a témában, mert hogy mi is be fogjuk mutatni önöknek ezt a második kötetet. Winkler Gyulát, a Hunyad megyei RMDSZ elnökét, illetve EP képviselő alatt köszöntöm. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, és hadd mondjam el nagyon röviden azt, hogy óriási öröm számunkra, hogy itt lehetünk. Öröm és büszkeség, mert hogy a kolozsvári magyar napokon ezelőtt 3 évvel is sikerült jelen lenni, részt venni, és bemutatni a Hunyad megyei magyar értéktár első kötetét. Most pedig teljesen függetlenül a világjárványtól 3 év alatt elkészült a második kötet is, és ezt is itt tudtuk bemutatni a Szabokvásárhelyen tegnap a kolozsvári magyar napok alkalmával. Megmutatjuk hamarosan a kötetet is. Azt kérdezem először igazából, mit tartalmaz ez a könyv? Ha visszakanyarodhatok picikét a 2012-es évhez, akkor, amikor elfogadta a Magyar Országgyűlés a Hungarikum törvényt, és útjára indult az értéktár mozgalom, akkor egy nagyon egyszerű definíció is bekerült ebbe a gondolatkörbe, és pedig az, hogy érték az, amit a közösség annak tart. Tehát nyilvánvaló, hogy értékek az épített örökség, a kultúra, a festészet, a művészet, a zene, a tánc, a népviselet, de ugyanakkor értékek azok az emberek is, akik fontosak egy közösség számára. És akkor mi Hunyad megyében úgy vagyunk ezzel, hogy azok is fontosak számunkra, akik előttünk jártak, mert Hunyad János vagy Betlent felemlíteni, vagy Barcsay Ákos erdélyi fejedelmet, nyilván, hogy mindenkinek ismerős lenne, de picit számunkra fontosak azok is, akik velünk járnak, akik ma a hétköznapok hősei, ha szabad ezt a fogalmazást átörökíteni, mert hogy a hétköznapi hősök azok, akik a szórványban nagyon-nagyon fontosak. Tehát ez a könyv valahogy szól a mi nagyjainkról, szól az épített örökségünkről, szól az ipari örökségről, mert benne van a zsilvölgyi szénbányászat, amely valamikor, akkor, amikor elindult, hát magyar kontextúrában indult úgy, és benne vannak azok a templomok, amelyek műemlékek, de benne vannak azok az intézmények, például a Vajdahunyadi Magyarház vagy a Petrozsényi Karitászház, amelyek 30 évvel ezelőtt nem léteztek, de amelyek ma fontos szerepet töltenek be a közösségünk életében. Általában, amikor beszélünk egy helyről, vagy akár egy országról is, ugye mindig van egy emblematikus dolog, hogyha azt veszük Romániánál, ugye ránk ragadt ez a Dracula és a hasonlók. Ez átok is és áldás is egyben. Ugye ott van Hunyad megye és Vajdahunyad vára, egy akkora emblematikus épület, hogyha megkérdezzük valakit, hogy mit tud Hunyad megyéről, hát ez biztos tudja, de lehet, hogy csak ennyit. Melyek azok a dolgok, amelyekre még felhívhatnák ugye a magyar, de a román közösségnek a figyelmét, mint magyar értékek, ma élő emberek akár. És oda is adom önnek a mikrofont, hogy közben mutassa meg a nézőinknek ezt a kiadást. Köszönöm szépen, hát nagyon nehéz kérdést tett fel, mert nekem valóban most nagyon nehéz kiválasztani azt, hogy mi fontos számunkra, vagy mit érdemes tudni rólunk a közönségnek, akár a Hunyad megyei, vagy az erdélyi magyar közönségre gondolok, de akár hogyha a tágasabb közönségre gondolunk, itt magyarok a románokra, persze, hogy Hunyad megye a Hunyadi János megyéje, persze, hogy Hunyad megye a Vajdahunyad vára megyéje, de ugyanakkor talán Hunyad megye a Retyezát megyéje is. Vagy Hunyad megye annak az ipadnak a megyéje háromszor is, a vajdahunyadi vaskohászat, a zsilvölgyi szénbányászat, vagy a brádvidéki aranybányászatnak a megyéje, amely nyilván, hogy nem csak egy ipari tevékenységet, hanem egy közösséget is jelentett. Most ebben a második kötetben a zsilvölgyét igyekezünk bemutatni. Például azt a nagyon érdekes dolgot, hogy akkor, amikor az 50-es években a kommunizmus nyilván, hogy átváltoztatta, megnyomorította az életünket, tönkretett sok hagyomány, tönkretett vagy megszakított folytonosságokat, mégis a zsilvölgyében, az ipari környezetben, hát a zsilvölgyére gondolva mindenki minden egyébre gondolna, csak művészetre nem, viszont egy művésztelep alakult meg a zsilvölgyében, alakult ki, és az ott tudott működni, tudott értéket létrehozni, megvalósítani, sőt, egyrészt gyűjtötte az embereket Erdély más vidékeiről is, másrészt pedig onnan származtak el olyan művészek, akik aztán déván hoztak létre festőtábort és művészeti mozgalmat. Tehát
gazdag megye, Hunyad megye, akkor is, hogyha nyilván, hogy a 90-es éveknek a bányászjárása és az akkori történések valahogy negatív konnotációt építettek ki Hunyad megyének, viszont mi úgy véljük, hogyha ezeket a dolgokat le is írjuk, be is mutatkozunk mindenkinek, sokszor önmagunk előtt is bemutatkozunk, mert ebben a kötetben olyan személyek jelennek meg, akiről én életemben nem hallottam addig, amíg el nem kezdtem dolgozni a Hunyad megyei Magyar Értéktár Bizottságban. Tehát értékeket bányászunk, halászunk, nem tudom, hogy melyik a megfelelő kifejezés, keressük őket. Talán azt nem, hogy a nem stílszerű. A stílszerű Hunyad megyében ez úgy van, viszont megkeressük ezeket az értékeket, és megpróbálunk leírni rólunk annyit, amennyit érdemes tudni bárkinek. Vissza is veszem a mikrofont, és hát arra lennék kíváncsi, ugye a művésztelepet emlegette, akár egy Planetape trillás pólóban is öltözhettem volna stílszerűen, mert hogy készült egy ilyen film is erről a völgyről, Petriláról, és arról a bányász közösségről, aki egyik napra a másikra egyébként, tehát a megélhetése nélkül maradt. Mi van most ezekkel a gyárépületekkel? Tehát, hogy lesznek-e hasznosítva? Mert hogyha értékekről beszélünk, pontosan az volt az érzésem, amikor ott jártam a Zsill völgyében, hogy mennyi érték ez a sok épület, és ha nem tévedek, le akarták bontani. Van olyan épület, amely már lebontásra van ítélve, és nem is lehet újra hasznosítani, hiszen a mai iparnak a körülményei teljesen más műszaki hátteret igényelnek meg, mint az a bányaépület, amely valamikor ezelőtt 40 vagy 50 évvel épült fel. Vannak olyan épületek, amelyeket érdemes lenne bányamúzeumnak megőrizni, erre Lengyelországban, Katowice környékén gyönyörű példák vannak, ráadásul azt is tudni kell, hogy Európai Uniós alapokat lehet felhasználni erre. Na most alakulnak az elgondolások ezzel kapcsolatban, és Petrozsényben, vagy a Zsill völgyében egy nagyon fontos helyi szereplő a Petrozsényi Egyetem, amely valamikor bányamérnök képzésre volt szakosodva, most nyilván, hogy gazdasági képzés és egyéb ökológia, meg egyéb tanfolyamok is elindultak az elmúlt években a Petrozsényi Tudományegyetemen. Azon vagyunk, hogy brüsszeli forrásokkal segítsük az egyetemet, és azon vagyunk, hogy megszerezzük valahogy az úgynevezett méltányos átállási terv keretén belül, amelyre az Európai Unió finanszírozás biztosít, legalább egy részét az épített örökségnek, azt, amelyiknek legalább ipartörténeti értéke van, azt mentsük meg egy valamilyen fajta múzeum vagy közösségi tér formájában a Zsill völgye különféle települései. Beszéljünk arról is, ugye ide magyarországiak eljönnek, Ausztráliából, Izraelből, Kanadából, Amerikából érkeznek magyarok, elszármazott magyarok a kolozsvári magyar napokra, és itt megismerkedhetnek a szorvánnyal, a Hunyad megyei szorvány magyarsággal, ennek a fontosságáról, hogyha mondaná néhány szót. Én azt hiszem, hogy a nagylelkűség az egy nagyon fontos emberi vonás, vagy pedig intézményes vonás, hogyha a magyar napokról beszélünk, de hát a magyar napok hát a mögött szervezők vannak. Úgyhogy én megköszönöm itt a szervezőknek azt, hogy most már másodszor is befogadnak bennünket a kolozsvári magyar napokra. Hát Kolozsvár nekünk is főváros, mert Erdély fővárosa, úgyhogy a mi fővárosunk is egyben. Az, hogy itt lehetünk, az, hogy bemutatkozhatunk, az, hogy tegnap a Szabókbástyájában egy nagyon benfentes, meleg, közvetlen rendezvény volt, hogy akik odajöttek beszélgetni, azok kérdeztek, őszintén kíváncsiak voltak arra, hogy mi is van ebben a könyvben. Persze magukkal vihették a könyvet azok, akik a bemutatón részt vettek, de én úgy vélem, hogy meg kell köszönni, és nyilvánosan megteszem ezt, megköszönöm azt a nagy lelkűséget, amelyel itt befogadásra nyertünk, és úgy vélem, hogy ezzel mi is esélyt kapunk, de a magyar napok is, a kolozsvári magyar napok is gazdagodtak. És mi is esélyt kapunk arra, hogy megismerjük részeinket, illetve a Hunyad megyei magyarokat. Én azt ajánlom önöknek, mindenképpen érdemes egy olyan hely, hát nyilvánvalóan olyan hely Hunyad megye, ahova érdemes ellátogatni. Azt ajánlom, hogy szerezzék be ezt, mielőtt ellátogatnak, mert hogy egy kirándulás, hogy értelmes is legyen, ugye olyan előbb-utána kell olvasunk, hogy hova is megyünk. Mindenképpen olyan dolgokat fognak találni Hunyad megyében és a Zsill völgyében is, akár a bányászok között is, Petrozsényben, ugye nem is tudom hányféle templom van, magyar templomok, magyar felirattal, tehát meglepő dolgokat lehet ott látni, úgyhogy mindenképpen azt ajánlom önöknek, tehát szerezzék be ezt a második kötetet is, ha már megvan az első, illetve hogy Hunyad megyen mindenképpen érdemes, és tele van értékekkel.